Szivárványos guppi A nőstényeket és a hímeket könnyen meg lehet különböztetni. A hímek farokúszója nagy és szép mintás, hosszú pedig 3-4 cm közt változhat. A nőstények hossza 4-5 cm, de a 8-at is elérheti. Farokúszójuk kisebb a hímekétől, de nem feltétlenül dísztelen. Sokféle úszó létezik, ilyen például a fátyolos és a kör. Eredeti hazája Venezuela, Trinidad, Tobago, Ujana, Barbados. Magyarországon is pár melegvízű forrásban van elvadult önfenntartó populációk, mint például Egerben és Karcagon. Minden evő, algákat és elpusztult állatok korhadékát fogyasztja, de az akváriumba telepített növényekben is kárt tesz fogságban egész évben szaporodik. Ha az akváriumban több hím van, négy-öt hetente szülnek. Egy el és alatt háromtól 50 kicsi is a világra jöhet. Áll eleven szülő. A nőstények a hímektől kapos permát elraktározzák, és így párzás nélkül képes újra teherbe ejteni magát. A guppi tenyésztés nagyon egyszerű. Ha a hím piros, a nőstény pedig fekete, az utódok nagy része feketés lesz. Kisebbik része pedig 100 százalékban olyan, mint az anyja, és alig lesz pár, aki inkább vöröses. Köszönöm, hogy Köszönjük a folytatást.